A Shakespeare szobron mellett állunk. Ez azért is nagyon szívügyem ezek is szobrocska, mert ugye a vén műtermem ez Budapesten, a Góza Gyula Kamara Színházban van, tehát a színháznak az alaksorában van az én műtermem. 14 kis plasztikát hozott a Zebegényi Bárka Mini Galériában megnyílt kiállítására Babusa János, gyulai születésű szobrász, aki alföldi származása ellenére már ifjú korában a kövek szerelmese lett. Vizuális tehetséggel született, már gyermekként sokat rajzolt, de nem a színezés és a festés, hanem a térbeli ábrázolás érdekelte inkább. Amikor elkezdett szobrászattal foglalkozni, nyilvánvalóvá vált számára, hogy ez az a terület, amiben kiteljesedhet. Kifejezetten a kőplasztika készítése volt az erőssége. Budapesten az építőipari és díszítőművészeti szakképzőiskolában kőfaragónak, majd a képző és iparművészeti szakképzőben kőszobrásznak tanult. Ezt követően a kőfaragó szakmában szerzett mesterlevelet. 5 évig dolgozott a neogótikus stílusban épült parlament épületén. Ezt követően folyamatosan képezte magát, míg eljutott a magas szobrászatig. Jó pár éve már csak művészi tevékenységgel foglalkozik. Babusa János a Vigyázó Ferenc Művészeti Társaság tagja, a Cseszneki Alkotótábor alapítója és a Természetiskola Állatok és Környezetük a Képzőművészetben alapítvány létrehozója. Európa elrablása. Ugyanitt most a Buja Európa címmel van kitéve a kis plasztika, de nagyon aktuális ma az Európa elrablása cím is. A Zebegényi kiállításon látható kis plasztikák közül több egyben makett is, melyeken keresztül kiemelkedő köztéri alkotásait mutatja be a szobrász. A II. János Pál pápa szobra a fővárosban, a Mindszenti József bíborost ábrázoló műve pedig Budaörsön található. Mindkettő életnagyságnál nagyobb kőszobor, melyeket a művész 50 mázsás kőtömbökből faragott ki. A kiállításon látható az eredetiben a Szent István bazilikában lévő, a királyi erekjét őrző Boldog IV. Károly Hermájának kicsinyített mása is. Babusa János jelenleg a Pallavicini Mindszenti emlékművön dolgozik, mely rétságra kerül majd az 1956-os forradalom 60. évfordulójára. Amit most nagyobb munkán dolgozom, ez a Pallavicini Mindszenti emlékmű, ami rétságra fog kerülni a 60. évfordulóra lesz készítve. Remélem, hogy anyagilag úgy fog állni, vagy rétság, hogy ez meg is valósul. Mindenesetre a makett elkészült, és elég előre haladott állapotban van már a dolog, hogy talán az ünnepségekre október 30-ára ez meg is valósuljon. Ez most a következő nagy tervem. A kiállításnak címet adó 6 kis plasztika, mint karakter látható együtt egy körben, melyeket nem lehet ugyan térben és időben elhelyezni, de asszociálni lehet arra, mely történelmi időbe vagy tájegységbe helyezhetőek, magyarázta Babusa János. Hát a kiállítás címe karakterek körbe-körbe. Itt ezen az asztalon lehet látni 6 darab karaktert. Ezek zsidó karakterek, a középen a hegedűs vándor muzsikussal. Nem lehet térbe és időbe elhelyezni ezeket a szobrokat, de asszociálni lehet arra, hogy ez körülbelül milyen történelmi időben vagy hova tartoznak, milyen tájegységhez. Ez a kis szobrocska, amit itt most fogok, ha külön van kiállt, akkor a Hasid címet szokta kapni. Ugye ő a zsidóságnak, a zsidóvallásnak egyik ága, és ő képviselni ezt a
kultúrkört. Két különleges kis plasztika is megtekinthető a kiállításon. A bűnbánó ördög, valamint a Lenin tolószékben Krupszkaja kitolta a hóra meglepő címet viselő alkotás. Két érdekes kis plasztikát egymás mellett, ez az egyik a Lenin szobor, a címe Krupszkaja kitolta a hóra. Ez egy kis grotesz gegnek szánt zsáner szobrocska. Itt pedig a bűnbánó ördög. Ez is nagyon izgalmas dolog, hogy az ördög maga lehet-e bűnbánó, vagy önsanyargató, és elhiteté velünk, hogy esetleg jóra is tud fordulni, amit ugye állattal takarja az arcát, önmagát ostorozza, de az ördög az sose tud megjavulni. A kiállítás megnyitóján, mely egybeesett a művész születésnapjával és Valentin nappal, Hutter Jánosné polgármester köszöntötte Babusa Jánost. Ezt követően Kiskarándi Nánási Ilona, Zebegény főépítésze mutatta be a szobrászt, kitért az alkotó társának, Szabó Ágnesnek, Babusa János alkotói kiteljesedésében betöltött szerepére. Kiskarándi Nánási Ilona elmondta, Szabó Ágnes maga is művészettel foglalkozik. Megteremtette és sikerrel működteti az ország egyik legszínvonalasabb magánszínházát. A főépítész az építészeti művek elemzésénél használatos tematika szerint haladva elemezte a kiállított tárgyakat. Az arány, a felületi struktúrák, a tömegformálás, a dinamika, az egyszerűség, a meglepetés és a transformáció fogalmai mentén. Bár van jogosultsága az absztrakciónak, úgy tűnik, nem tudunk hosszú időre elszakadni a valóságtól. Szeretjük azt látni. Ezt képviseli Babusa János művészete, mondta Kiskarándi Nánási Ilona. Bár van létjogosultsága az absztrakciónak, és az izmusok kitágították a művészeti ágok határait, úgy tűnik, mégsem tudunk túl hosszú időre elszakadni a valóságtól. És szeretjük a dolgokat annak látni, amik igazán. Babusa János művészetének ez az esszenciája. A realista alkotásai közel állnak hozzánk, mondani valójuk érthető számunkra, képes megragadni egy személyiség lényegét, és azt karakterré formálva elénk varázsolja. A megnyitót követően az érdeklődők kötetlen beszélgetést folytathattak a szobrásszal, akinek kiállítása március 13-áig látható a Zebegényi Bárka Mini Galériában.